Két hasonló mutatóval rendelkező csapat lépett pályára a hatodik fordulóban, és a mérkőzésen történtek igazolták is, hogy nagyjából azonos játékerőt képvisel a két együttes. Az első percekben cseri beindulásai teremtettek némi veszélyt a vendégek kapuja előtt, de igazi gólhelyzetet nem sikerült kialakítaniuk a hazaiaknak. Az Ajka az első félidő közepén járt legközelebb a gólhoz, Wittmann labdája azonban elcsúszott a bal kapufa mellett. A második 45 percben sem változott a játékképe, mindkét csapat zártan védekezett, így a találkozó gól nélküli döntetlennel zárult. A Kisvárda sorozatban negyedik meccsét hozta le kapott gól nélkül. Tudtuk, hogy egy rendkívül mélyen védekező és kellő agresszivitással játszó csapat lesz ma az ellenfelünk. Nem sikerült őket feltörni, hiszen ez volt egyértelműen a célunk, hogy minél előbb próbáljunk meg gólt szerezni. El kell ismerni, hogy ezen a mérkőzésen igazi gólhelyzetet nem is tudtunk kialakítani. Kétszer vertük meg őket azon az oldalon, ahol mi terveztük, de azok a helyzetmegoldások, amik esetleg gólt eredményezhettek volna, azok rossz döntésekké váltak, elmaradtak. Én úgy gondolom, hogy igazságos eredmény született. A vendégek edzője szerint is reális eredmény született a mérkőzésen. Mind a két csapat felkészült a másikból, nyilván ismerjük egymást, mint csapatot, nézzük ugye a mérkőzéseiket, úgyhogy mindenki tudja, mely csapatnak mi az erőssége, mi a gyengéje. Én is úgy gondolom, hogy a Várda tudta, hogy mi vagyunk erősek, azt ugye Tomasznak a játékát kivették. Mi is tudtuk, hogy erősek az elején, mondjuk a Cseri egyszer-kétszer megvert bennünket, de utána tudtuk semlegesíteni. Az erős Gabi szerintem ma nem játszott olyan jól, mint az előző mérkőzéseken szokott, úgyhogy ezzel valamilyen szinten tudtuk semlegesíteni a Kisvárdának az erősségeit. A forduló további eredményei: Soroksási Jófok 1-1, Sopronvác 1-0, Budaörs Gyirmót 4-1, Szeged-Sziget-Szentmiklós 3-2, Szolnok-Dunai Város 1-1, Csákvár-Mezőkövesd 1-3 és Zalaegerszeg-Balmazújváros 2-0. A tabella élén a 14 pontos Mezőkövesd áll, megelőzve az egyaránt 13 pontos Zalaegerszeget és Budaörsöt. A 8 pontos Kisvárda a 8. helyen várja a szombati Sziget-Szentmiklósi vendégjátékát.